A nyílt napok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek és szüleik betekintést kapjanak abba, hogy milyen körülmények és tanulási folyamatok fognak várni rájuk a felvételt követően. A leendő első osztályosoknak tartunk egy bemutató órát. Erről a szülők eldöntik, hogy milyen jellegű osztályba szeretnék gyermeküket beiratni. Egy sporttagozatos osztályunk és egy általános tanrendű osztályt indítanánk szeptembertől. Előzetesen voltunk óvodai szülőértekezleteken, ahol már hirdettük ezt a mai napot. A meghirdetett programjuk minden városi óvodás részére szólt. Amíg a szülők informálódtak, gyerekeik ismerkedtek az iskolai élettel. Két osztályunk van, egy sportiskolai, ahol most jelenleg is folyik egy sporttestnevelés óra bemutatása speciális eszközökkel. Itt a gyerekek egy mozgásterápiás eszközökkel ellátott órát is láthatnak, illetve be is kapcsolódnak a programokba. És egy hagyományos tanrendű osztályunkban pedig állattal asszisztált órát minden tanévben alkalmazzuk, és a gyerekekhez jár tanulás segítő foglalkozást tartani, és ez a Panni kutya, aki most az iskolán kutyája, ő van most ezen az általános tanrendű órán, ahol a tanítónő és a fejlesztő pedagógus mutatja be, hogy milyen módszerekkel tanítunk a gyerekeknek első osztályban. Hamarosan kezdetét veszi az iskola több részbeni felújítása. Megújul a régi 120 éves épület és a sportcsarnok. Így a szeptemberi tanévtől már az új padló burkolattal várja a tanulókat az iskola, mely nagy hangsúlyt fektet az egészséges életre, sportos életmódra és a mozgásfejlesztésre. Március 23-án pénteken délután 2 órakor lesz sportfelmérő, melyre bárki jöhet, hiszen országos beiskolázású a sportosztály.